Üdvözlöm mindenkit az újabb videóba. Most nagyon sok minden újdonság nem lesz, csak egy kis gameplay videó lesz. Most meg vagyok újítva. Egy Pegasi Zentorno, egy Pegasi Infernus, és egy Dusta 6x6. Meg persze egy BMX, meg egy jó fajta. Nem mondtam bike, na mindegy. Na hát akkor nézzünk körül. Először is kezdjünk, menjünk az Infernusszal. Na jól lássuk. Várjunk, hogy is... Ja igen. Na, akkor lássuk. Bevásárlunk. Mindjárt megnézzük, hogy a fegyverek. Oké, okay. Shotgun, ballpap, ez egy érdekes fegyver, kis fegyver, az is tele van, az is tele van, az minden fegyver tele. Na hát akkor, fegyver készen. Na, akkor lássuk egy ilyen bótrablást. Oké, hát akkor... Na jó, hát akkor húzzunk. Na jó, hát akkor innen most gyorsan elhúzzuk a csíkot. Hát mindegy. Ó. Oh. Hoppá. Haha, siker. Menjünk vissza a házhoz. El is találkoztam már ezzel a Infernusszal. Sosem nem tudtam berakni a garázsba, mert nem az enyém. De most már. Be tudom rakni a garázsba. 400 ezer? 440 ezer volt? Valami ilyesmi, elég drága azért. Akkor gyerünk vissza. A
Most akkor váltsunk fegyverlemet. Menjünk a dusztára. Offroad járgány. Nagyon jó járgány. Terepen, kocsikon, tökéletes. Full tuningolt autó. Szét van tuningolva. Na lássuk, hogy vannak-e új ruhák a Flying School Upgrade-del. A repülősisket is meg lehet csinálni, persze egy személyesen. Nézzünk itt körül. Professionál. Nem rossz. És nem ezt kell, itten. Nem. Láttam, aggattam is mondani, hogy teljesen megindultam. Ezek itt a tartóban. Igen. The Camo Kid. Ha. The Rebel. Durva. Hát itt vannak itt jók. Ilyen gangster stílusú legyek. Nem éppen nyílik hozzám. Piros. Ilyen furcsa a drág, nem. Na, ez se rossz. Hát akkor... Nem. Ez nem éppen néli közöm, de most kit érdekel. Ez a veled, ez ismerős nekem. Jó, tudom, ezt a fajtát nem lehet berakni. Ez túlzottan jó fajta verde ahhoz. Jaj. Fenn a Minecrafter, mindjárt majd ilyen jelentkezni fog. Így! Ups! Hát... Jelenleg nincsen mikrofonom, így csak annyi az, hogy majd a hangja lesz hallható, a választ meg most írni tudom neki. Tudtam. Hát jó. Már megjött a két játsz, már tudunk izé mission meg mindent csinálni. Még lesz egy gaming white-ot, léci. Én berakom a két játszot, amit kaptam, mert izé ezen túl minden este kiveszem, hogyha már nem játszok vele. És én tegnap 110-es szintű lettem.
Ma akkor küldesz egy Game Invite-ot? Ja, oké. Ja, úgy bocsánat, hogy előttem. Hogyha a baj. Bocs. Hát szerintem nem lesz halató. Bár nem tudom, hogyha most te így izén játszol. És akkor olyan hang nélkül videót veszed. Az fura. Na mindegy. És csak egy sima gameplay-t csinálsz, vagy valami, csinálgatsz dolgokat, pénzszerzel, meg missionöket csinálsz, vagy úgy konkrét dolgot csinálsz, vagy primódozol, meg ilyenek, mert én úgy döntöttem, hogy hogy naponta háromszor minimum csinálok egy tízes réves survival-t. És akkor ugye egy napra kijön plusz 90 ezer dollár. De például tegnap vagy 6-szor megcsináltam, de én akkor is megcsinálom, tudod. Például mára már el kell érnem a 270 ezer dollárt. Ha, most így csinál, így kitaláltam. De viszont tuning voltam egy Ranger-t. Szem egy. Ez a jó, amikor így kell írni. Ó, van bounty rajtad. Leszedjem. Na, végre bent van. Ez már jó hír. Jó, akkor mit szólnához, hogyha csinálnánk egy survival-t? Mert akkor indítanék egyet, mert tudod, amit előbb mondtam, azt mindig megcsinálom. Mi? Survival-be? Survival-ben minek felezünk? Ja, a bounty, ja, oké, értem. Ja, bounty-ra jutott, azt hittem a survival-re. Na hát igen, vannak ilyen érdekességek. Hát jó, akkor most... Tippem, szerintem 7000 dollárt kaptál, szerintem. 9000-et szokottad, mert autólopásra, ha az van. Arra 9000-et szokott adni, 7000-et, 5000-et, 3000-et. Kíváncsi lesz, hogy olyan rájönne, hogy csak 3000 van rajtam. Na már jövök a újjára. Igen! Jól látom, te így. Nagyon. De miért? Hát, apa miatt. Hát, dobtál 500. Jó, most mindegy. Ez a jó módszer. 3000. Jó van. Lelőjük egymást. Hogyha egy nagyobb... alapból, hogyha nagyobb bounty van a fejünkön, akkor az egyik a másikat lelövi és befelezzük. Már felülök a dubsztának a hátuljába, az mindig nagyon vicces. Van egy armored trap, de hol? Ó, itt megy pont. Szedem, jó? Na, mind a ketten szedjük. De mindegy, akkor kiszedjük. Az. Egyéni. Kettős...
három zsákot dobott. Szedek, nem, négyet. Szedd fel a maradék kettőt, itt vannak. Ha nem, ötöt dobott, tehát akkor szedd fel a hármat. Na, ez ja, jó kis pénz. Én csak egyes körözést kaptam. Ő meg hármast. Külön utakra válunk. Azaz, be tudtam jönni a Los Santos Customs-be. Ha megjavítom, akkor már izé van, nem? Akkor már leráztam a rendőröket, vagy? Akkor még nem. De. Akkor is lerázzak, hogyha csak megjavítom. Na, az jó. Na, akkor melyik survival-t indítsam? Boneyard vagy Processed? Tök mindegy, hogy hol írod meg. Boneyard vagy Processed? Ah, ott neked meg látom köröznek. Én akkor elindítom a Processedet. Az is jó. Hát akkor most erre a videóról ennyit. Ez az üldözés, még megpróbálom lerázni, azt felvenni. Na jó, csak megpróbálom. Hoppá! Jobb, ha húzom a csíkot innen. Bakker. Nagyon jönnek, nagyon jönnek, nagyon jönnek. Jaj, meneküljön mindenki. Na jó, akkor szedjük le valahogy. Ah, Survivor. Mindjárt leszedem én magamról ezeket. A jó öreg megoldást használom. Ha bemegyek a house-ban, hát úgyis le fogom rázni ezeket gond nélkül. Köszönöm a figyelmet. A következő videóban ottan már Survivor lesz. Viszlát.